Gesztelyközség önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira emlékezett meg október 19-én. A Csokonai Vitéz Mihály általános iskolában megtartott ünnepségen Simon István a település polgármestere osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel, aki elmondta, hogy Magyarország népének a terror és a szovjet megszállás elleni forradalma a magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Az október 23-ai tömegtüntetés, a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója, valamint a fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz hamar felkelésé nőtte ki magát. Mindez azonban elengedhetetlen volt egy független, szabad, demokratikus Magyarország megteremtéséhez. Ezután az általános iskola tanulóinak emlékműsora következett, akik szavalatokkal és zenés-táncos előadással kedveskedtek az emlékezőknek. Az iskola énekkara külön erre az alkalomra előadott ünnepi előadással készült a megjelenteknek, akik a forradalmi dalok mellett furulya játékot is bemutattak a községi műsorban. A megemlékezésen a Csokonai Népdalkör toborzó dalokkal elevenítette fel a szomorú történelmi pillanatokat. A községi műsor zárásaként a polgármester, valamint az intézmények vezetői helyezték el a megemlékezés virágait a forradalom és szabadságharc hőseinek állított emlékműnél.